Győzelemmel hangolt a Hepkupa 4-es döntőjére a nyíregyházi kosársuli, Pap Klaudiáik a legutóbbi bajnoki fordulóban 81-47-re nyertek Szolnokon, így továbbra is az élen állnak a keleti csoportban. Az NKS is pályázott a kupadöntő rendezésére, a szövetség azonban az ELTE-be az Újbuda ajánlatát fogadta el, így a fővárosban lesz az amatőr csapatok számára kiírt sorozat fináléja. A nyíregyháziak az elődöntőben, az amatőr nemzeti bajnokság nyugati csoportjában jelenleg 8. bajai NKK ellen lépnek pályára. Régen játszottunk előnk, tehát körülbelül egy 3 évvel ezelőtt voltunk utoljára, hogy a baja volt az ellenfél. Azok közül a játékosok közül is azért maradt egy jó pár játékos, de ugye ugyanazokkal a gondokkal küzdködnek, mint mi, hogy a játékosok nagy része fölmegy Budapestre tanulni. Tehát itt nagyon kevés játékosra tudnak ők is dolgozni, inkább azokkal, akik utánpótláskorúak. Innentől kezdve szerintem egy ilyen lesélyekkel válunk neki ennek a mérkőzésnek, mind a kettőnknek idegen pálya, innentől kezdve már azt fog dönteni, ki lesz abban a szentimentálisban az, aki jobban tud koncentrálni és pontosabban fog dolgozni. A nyíregyháziak természetesen igyekeztek felkészülni a másik 3 csapat játékából. A baja elleni elődöntőben a bajnoki tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve Farkasinszki Orsolyáik az esélyesebbek. A bajában inkább alacsonyabb emberek vannak, tehát ott valószínűleg egy letámadás ellen kell készülnünk, de reméljük, hogy ami az egyik oldalt esetleg negatívum lehet, ugye, hogy nehezebb a labdát felhoz, az a másik oldalt pozitívum, hogy palánk alatt könnyebb lesz megoldanunk a dolgokat. Ezt most próbáltuk nyilván az év elejétől kezdve is nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a dolgokra. Illetve az, hogy a TF vagy a Beac lesz az ellenfelünk, azt ugye attól is, hogy mi mit játszunk, illetve hogy ők mit játszanak. Alapvetően jó szerkezetű forma mind a két csapat. Megpróbáljuk nyilván majd ott is megtenni, amit lehet. Végülis a TF-et tavaly a döntőbe jutásért sikerült megvernünk. Hát remélhetőleg ez akár a TF, akár a Belszellem most is így lesz, és reméljük, hogy egy minél fényesebb éremmel térhetünk majd haza. A nyíregyházi kosársuli baja mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik Budapesten a Gabányi sportcsarnokban. A másik elődöntő kezdési időpontja 15 óra 30. Vasárnap a bronzmérkőzésen 14 órakor, a döntőben pedig 16 óra 30-kor dobják fel a labdát a játékvezetők.